esélyegyenlőségről, baloldali válaszok lehetőségéről fogunk beszélgetni vendégeinkkel. Takácsné, Lencs és Márta van azon a helyen, ahol az első két panelben én voltam. Ő a HELP tagja és ellenzéki képviselőjelölt egyébként, és nagyon fontos az, hogy ő megjegyezte, hogy igen, tehát az akadálymentesítés az mennyire fontos dolog volna, és hogy ebből a szempontból tényleg mi szervezők is nem jártunk el kellő figyelemmel a dologgal kapcsolatban. Nagyon ilyen apró dolgokon tud múlni a dolog, és igen, majd én is erről fogok beszélni a saját részemben, mert én itt most, mint előadó is jelen leszek. Mellette Krémer Balázs szociológus, aki majd egy vitaindítót fog tartani, illetve Kálai Szilvia tőlem balra, aki egyébként pedagógus és romaügyi referens is, és hát egészen jól látja a oktatási rendszert, illetve mindazon ellátó segítő rendszereket, amelyeknek Magyarországon ma romák szempontjából és a hátrányos helyzetűek szempontjából segítőnek kell lenni, és majd biztos el fogja mondani, hogy ezek sokszor sajnos milyen diszfunkcionálisan működnek, azaz ahelyett, hogy segítenének, ahelyett abban működnek közre, hogy a hátrányokat fokozzák sajnálatos módon, és akkor át is adom a szót Krémer Balázsnak. Köszönöm. Én egy személyes ilyen pozíción kijelölésével hadd kezdjem. Én 82-ben kerültem a Ferdés Zsuzsa osztályára a szociálpolitikát kutatni, és aztán ugye a rendszerváltásnak ilyen furcsa tréfájaként ilyen magamfajta anarchista, mindenhatalmat utána figura is bekerültem. Minisztériumi főosztályvezető voltam, meg háttérintézményt vezettem, meg országos munkaügyi központnak voltam az igazgatója. És egy jó ideje úgy farolok kifelé ebből a technokrata világból, egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy a manapság felmerülő kérdések azok nem ilyen technokrata jellegűek, hogy mostan 5%-kal ide vagy oda toljuk a dolgokat. És akkor, amikor én mégiscsak a múltra próbálok meg egy kicsit visszahivatkozni, akkor szeretném, hogyha senki nem látna bele ebbe semmiféle nosztalgiát. Tehát nem gondolom azt, hogy lennének visszautak, hogy jó volna, hogyha visszaút lenne. Én magam is sokszor lelkiismeretfurdalással gondolok arra a dologra, hogy mennyire hülye és szűklátókörű voltam akkor, amikor közelebb voltam ezekhez a kérdésekhez. De azért azt gondolom, hogy a múltat nem árt annyiban röviden felidézni, hogy azért ennek vannak tanulságai és tapasztalatai, amiben hát, hogy mondjam, nem kellene teljesen vaknak és hülyének lenni abban a kérdésben, amit a bourbonok, hogy mindent felejtünk, semmit sem tanulunk és mindent felejtünk, mindenkinek egy kicsit tanulni is kellene, meg emlékezni is azokra a körülményekre, amikben a jelenkori önkormányzati szociálpolitikának a környezete kialakult. Ha mindezek után a sztorimat a rendszerváltástól akarnám kezdeni, akkor nagyon röviden azt mondhatnám, hogy a rendszerváltás után az egyik első kulcsfontossági törvénye az az önkormányzati hatáskori törvény volt, amelyiknek egyfajta sajátos politikai motivumrendszere volt, tulajdonképpen a központ nem annyira hogy úgy mondjam, a kommunista hatalom, hanem bármiféle centralizált hatalom ellen az az idea értette ezt a dolgot, hogy minél több ellensúlyt, ellenhatalmat képezünk, annál jobban ez egy kiegyensúlyozott rendszer lesz. Na most ebben a alkalmat szerintem ez sok szempontból nem jött be, túl fel lett szalámizva az önkormányzati politika, és túl kicsik lettek az önkormányzatok ahhoz, hogy érdemben ellensúlyokat képezzenek. De maga a szándék alapvetően azt gondolom, hogy nem volt tisztességtelen. Ennek egy nagyon fontos eleme volt a szociális törvény létrehozása, amely nagyon sok szociálpolitikai feladatot az önkormányzatokra hárított, azzal a mögöttes dologgal, hogy viszonylag kötetlen pénzeket adott az önkormányzatoknak a szociális feladatok ellátására, ez volt az akkori szociális normatíva, és viszonylag nagy szabadságot adott az önkormányzatoknak arra, hogy hogyan használják fel ezeket a pénzeket.
Én abban az időben a Népjóléti Minisztériumban dolgoztam, és tulajdonképpen mindenhova kikotyogtam azt a dolgot, amit azóta sem nagyon reflektált rá a magyar, sem a szakmai, sem a társadalmi közélet. Hogy tudnélik, ez a források decentralizációja, ez ilyen eufóriával töltötte el a magyarokat, de a források felosztásánál szerintem fontosabb volt, hogy ebben az időben a hiányokat terítette a decentralizáció. Tehát az a helyzet állt elő, hogy nem rossz szándékból, nem volt se adat, se információ, no pláne elég pénz ahhoz, hogy központilag meg lehessen oldani az átmenetnek a szociális kríziseit, hanem az az optimizmus volt benne, hogyha adunk szabad pénzeket, meg lehetőségeket az önkormányzatoknak, akkor tulajdonképpen az mindenféle kreatív energiákat fog felszabadítani, és ezek a kreatív energiák, ezek valamilyen formában, ha nem is jólétet tudnak teremteni, de a legégetőbb szociális kríziseket enyhíteni tudják. Így utólag visszanézve azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy a magyar társadalom különösebben súlyos konfliktusok nélkül vészelte át az átmeneti krízist, abban az önkormányzatoknak egyszerűen ősies, letagadhatatlan szerepük volt. Tényleg borzasztó módon kreatívek voltak. Ebben az ügyben, hogy mondjam, akkoriban nem nagyon volt központi tűzifa program. Akkor egy vidéki önkormányzatnál az erdőtulajdonosokat, meg az izékat meg lehetett keresni, hogy vágják ki a amúgy is az erdőművelése szükséges fákat, az erdőtulajdonos örült neki, azok, akiknek fűteni kellett, azok örülteknek, és ez nem kellett ilyen központi hatacáré. Most ebben az egész kreatív folyamatban a szociálpolitikának különösen vidéken, különösen kis településen van kiemelt fontos szerepe volt. Nagyon sok helyen a családsegítők, gyerekvédelemben dolgozók jelentették azt a, hogy úgy mondjam, szakmai hátteret, írástudó szakmai hátteret, akik az önkormányzatnak ezt a kreatív válság enyhítését organizálni tudták. Ez jelentett egy csomó mindenben, hogy Isten igazából azt kell mondjam, hogy én ilyen szakmával foglalkozom, meg szociális embereket tanítom, emberként egy kicsit makarózom rajta, mert hogy ez a szociális tevékenység, ez nem igazi szociális munkát meg szociálpolitikát jelentett, hanem valamiféle információ közvetítő, forrás közvetítő, bróker, házaló, közvetítő szerepet jelentett a dologba, és hogy a szociális munkások azok írogatták a POGI-nak a pályázatokat, meg próbáltak munkahelyeket keríteni, meg szerveztek, ezért közös bejárást, meg én még nem tudom, hogy mindenfélét csináltak. Szóval tulajdonképpen erről az egész korszakról meg tudnék emlékezni, mint egy ilyen hőskorról. Ami miatt nem teszem ezt, az, hogy ez a kreativitás ez sok-sok tekintséget is előhozott. Tehát ugye ez a kreativitás, ez részben jelentette azt, már rendszer szinten, hogy civilizatórikus normákkal nem összeegyeztethető módon bejött ez a rászorultsági jel. Ezt egyszerűen nem tudom idegen nyelvre lefordítani, amikor megpróbálom angolul beszélő szakértőknek lefordítani, azok hülyék röhögnek azon, hogy én mit nyekedjük ezen. Mert hogy mindenhol a világban létezik jövedelemteszt, ahol mérik a jövedelmet, de amikor nekem úgy el kell magyarázni, hogy ez a rászorultsági ízé, ez jelent valamiféle morális tesztet, vagy ilyen elég rendes embere tesztet, akkor a dologban azt mondják, hogy hát ez maga a barbarizmus. És tényleg az. Vagy ez a kreativitás, ez olykor kiterjedt arra a dologra, hogy önkormányzatok néha nagyon kreatívan megoldották azt a dolgot, hogy hogyan kell reagálni arra, hogy elfogyott a segélykeret. Be kell szedni a segélyigénylő lapot, és akkor nem lesz igénylés a segélykeretre. Vagy folytathatnám a dolgot azzal, hogy ez az időszak, ez sokkal intézményesültebben hozott elő rasszizmusokat, cigány ellenességeket, csak úgy, ezt a központi kormány így maga nem merte volna vállalni, ahogy egyes önkormányzatok magukra vállalták ezt a dolgot. Tehát miközben a kreativitás azt gondolom, hogy össztársadalmi szinten nagyon jelentős volt a mondjuk úgy az éhínségek elhárításában, a éhség lázadások kivétésében, abban a dologban, hogy a rendszerváltás békésen zajlott le, aközben számos tetűséget és aljasságot is intézményesített ez a dolog. A 90-es évektől egy másfajta folyamat indult be, többé-kevésbé ezeknek a visszaságoknak
rá adott reakcióként, elindult egy ilyen suttogó, burkolt centralizáció. Ez alapvetően nem az intézmények centralizációját jelentette, hanem egy agyonszabályozottságot. Azt a típusú dolgot, ami már a ilyen abszurdumokig jutott el, hogy egy szociális intézményben, egy szociális gondozó vagy egy szociális munkás, az több időt tölt el mindenféle barom adatlapoknak a kitöltésével, mint amennyit beszélget emberekkel, vagy megpróbál nekik segíteni. Hogy ezt értsük, ehhez is hozzátartozik az a dolog, hogy itt egy picit ebben részem volt, azzal a naív hozzáállással, hogy én azt gondoltam, hogy ilyen szociológusként megtanultam adatlapokat, meg kérdőíveket szerkeszteni, akkor az egy helyén való dolog, hogy aki a közpénzét költi, annak legyen egy transzparens elszámolása róla. Az be tudja mutatni most nem csak pénzügyileg, hogy milyen költségnemekben költött pénzt, hanem hogy kire, mit csinált, mit ért el vele, és így tovább. Na jó, de én nem számoltam, én magam sem számoltam arra a dologra, hogy ezeket a rohadt adatlapokat, ezeket előre is ki lehet tölteni, és a központ mondja meg, hogy miből mennyit kell csinálni, miközben, hát, hogy mondjam, az emberek eddig azt hitték, hogy ők vannak ott, ők tudják az emberek problémáit, majd ők elszámolnak vele, meg kitöltik a dolgokat. Most ez a előbb lopakodó centralizáció, ez kétségkívül az elmúlt 10 évben egy teljesen nyílt centralizációvá vált. A maga ellentmondásosságával, hogyha úgy tetszik, a maga reménykeltő ellentmondásosságával is, hogy tudnék, a centralizáció az azt jelenti, hogy minden hiányt és minden problémát a központ, szóval akármilyen bilik talál, azt a saját nyakába borítja. Mert a központ már nincsen az önkormányzatoknak felelősségük, nincsen kreativitásuk. Korábban, hogy az iskolában elromlott a csap, akkor a tanítónéni felhívta a Pistike apukáját, aki vízvezetékszerelő, hogy hazafelébe kellene ugrani és meg kéne csinálni. Pistike apukája nem akart a gyereke ellensége lenni. Lehet ezt is kifogásolni, hogy nem túl civilizált dolog, de délutánra meg volt javítva a csap. Hogyha centralizáljuk, akkor ki kell hívni a kárfelmérőt, meg a közbeszerzési izét, és fél év már elöntötte az iskolát a szar, de még mindig nincsen megcsinálva a csap, és a végén olyan horribilis költségek jönnek ki belőle, tövékenyésbé jobban, meg sok ember sok időt töltött le, szóval hogy nem is kell ellopni azt a pénzt, de hát a csapra sajnos nem jutott elég idő. Manapság azt gondolom, hogy nem csak szociálpolitikában, oktatásban, egészségügyben egy csomó helyen látjuk azt a dolgot, hogy ezek a bilik, ezek tényleg borultak. Most még egy dolog történt, ami nagyon visszássá tette a helyzetet. Az elmúlt 10 évben, tehát soha nem volt a szegényeknek jó helyzete az önkormányzatnak, soha nem volt annyi elég pénzük arra a dologra, hogy a szegényeknek tisztességes segélyeket költsenek. Hogyha ilyen számokat akarnék mondani, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ha 100-nak vesszük azt a pénzt, amit Magyarország szociális transzfertjét, az embereknek a jövedelmének a kiegészítésére adott a állami forrásokból, akkor ebből körülbelül 2 forint az, ami a szegényeknek jutott. 2%. Soha nem volt magasabb ez a dolog. Ebben az értelemben azt kell mondjam, hogy nem túl sokat romlott az elmúlt 10 évben a helyzet. A szegények már korábban is ráfáztak, mert korábban is kevés volt nekik. De itt bejött egy másik dolog, ez a túlszabályozott, mechanizmus szabályozott dolog, ez egyre inkább a szociálpolitika feladatából kivonta a segélyezési elemeket, és egyre fajsúlyosabbá tette az adminisztratív elemeket, a rendőrködési elemeket, a csórokat és szerencsétleneket fincoltató elemeket. A szegények nem pusztán az nyomja az elmúlt 10 évben, hogy kevés a pénzük, nem lett több a pénzük különben, de nem is lett sokkal kevesebb, hanem az nyomja, hogy itt kriminalizálták a hajléktalanságot, a gyerekvédelem tulajdonképpen csak és kizárólag szerencsétlen sorsú családoknak a fenyegetésére és regulázására van. Nem tudom nektek megmondani, hogy mit segít a gyerekvédelem a gyerekeknek, vagy a szülőknek, szívem segít igazából, ha engem kérdeznek, akkor azt mondom, hogy sajnos semmit. Hogy maga a szociális intézmények között egyre inkább a hatalomgyakorlásnak a durva eszközévé váltak, inkluzíve hozzátéve azt a dolgot, hogy szegénynek lenni ma nem pusztán kevés pénzt jelent, hanem az emberi méltóság megvonhatóságának a lehetőségét, a fincoltathatóság, a jogfosztottságnak a különféle lehetőségeit. Ebben az értelemben
Sajnálatos módon az önkormányzatok a maguk, és az önkormányzat a szociálpolitika a maga túlszabályozottságával részese lett ennek a folyamatnak. Most, hogyha innen akarnék feladványokat adni a következő önkormányzatoknak, akkor azt gondolom, hogy tanulni kellene a hibákból. Tehát az egyik kérdés, ami számomra döntő kérdés, hogy vajon az önkormányzatok képesek lesznek-e bármiféle kreativitást felszabadítani. A vonatkozó tankönyvek azok azt tanítják, hogy a önkormányzati működésmódban a döntő kérdés az a helyi adóknak a kérdése, az a kérdés, hogy az emberek kire merik rábízni a pénzüket, hogy oldják meg a feladatokat. Nálunk borzasztó rossz a helyi adózásnak a szabályozása, borzasztó nagy területi egyenlőtlenségeket hoz, tehát, hogy mondjam, ahogy csóról az önkormányzat meg a település, ott az emberek is csórók, nekik sincsen túl sok pénzük, abban nem lehet túl nagy adókat összeszedni, de mégiscsak fennmarad az a kérdés, hogyha ilyen felső balkáni módon, vagy hogy emelkedésben fogalmazom, hogyha piknik ellen, de mik azok a civil források, civil lehetőségek, amelyekben az önkormányzat ebben az értelemben mégiscsak segítő, szolgáló, az emberek jólétéhez hozzájáruló, tevékeny szereplő lehetne, amiben azt gondolom, hogy bizony az emberek pénzéről is kell gondolkodni, de még inkább kellene gondolkodni az idejükről, az energiájukról, az odafigyelésükről, Gergő azt mondta, hogy a szeretetükről, azokról a dolgokról, ahol nem pusztán anyagi jólétben gondolkodhatunk, hanem abban a dolog, hogy nem vagy egyedül. Hogyha szarban az, akkor van kire számítani, akkor van kihez fordulni. Most ebben az értelemben azt gondolom, hogy nagyon rossz pozícióból indulnak az önkormányzatok, nagyon újra kell gondolni azt a dolgot, hogy mit lehet a szociálpolitika eszközeivel tenni. Kettő. Van egy nagyon szabályozott, de még mindig decentralizált önkormányzati szociálpolitikai szektor. Családsegítők, gyermekjóléti szolgálatok az önkormányzat fenntartásában működnek. Iszonyatos hiányokkal. De a kérdés az, hogy vannak-e az önkormányzatoknak mégiscsak valamiféle lehetőségei, akár forrás kiegészítésre, emberek bevonására, önkéntesek bevonására, fizetett alkalmazottak bevonására, arra a dologra, hogy mégiscsak az önkormányzat valamiféle forrásokhoz juttassa az embereket, hogy valamiféle a hiányokra, az égető hiányoknak a megoldására valamit tegyen. Borzasztó dolgok történtek, tehát hogy tényleg csak egy példát, az elmúlt években vezette be a minisztérium ezt a szociális diagnózis című horror történetet. Ez nagyjából arról szól, hogy hova kell elpasszolni az embereket, hogy valami baj van, nem arról, hogy nekik mit kell segíteni. Most a létező szabályozás van, meg szociális diagnózis van, de én nekem a saját hallgatóimnak is, meg nektek is fel kell tegyem a kérdést, hogy biztos, hogy ez az egyetlen megoldás, hogyha valakiről azt tapasztaljuk, hogy túl sokat iszik, akkor az addiktológiára kell le, hogy küldjük, vagy lehet vele normálisan beszélni arról, hogy nem kéne. Hogy van-e ember, aki ezt meri szóba hozni? Jelen pillanatban nincsen nagyon. Hogy van-e ember, aki azt tudja mondani, hogy mielőtt segrészekre iszod magad, gyere be és beszéljük meg. És így tovább folytathatnám a dolgokat. A harmadik kérdés ezzel kapcsolatban az az, hogy van-e mód, bármilyen értelemben kapacitás munkaerőt arra a dologra felszabadítani, amire a szociális munka, a szociálpolitika való volna. Hogy tudnék, normális esetben nem a forrásokért mennek az emberek a szociális munkáshoz, hanem segítségért. Valami megborult az életben. Valamiben a segítségüket kéri. Ma úgy tűnik, hogy annyira erős lett ez a rutin beidegződés, stb., hogy a szociális munkás és az önkormányzat szociálpolitika az a kiálló ember, hogy mondjam, maga a szociális munka, a szociálpolitika is elfelejtett abban segíteni az embereknek, hogy az életüknek a beszűkült szabadságait azért mégiscsak töltsék ki, hogy jussanak el a falakig. Amikor nézitek Ritók Nórinak a hősies beszámolóit, én nem vagyok maradéktalanul elégedett a Nórival, de borzasztó volt tisztelen, és bárki azt a dolgot veti fel neki, hogy vajon tudod, hány ember jutott ki a szegénységből, akkor a Nóri egy húzogatja az, hogy nem túl sok. De amikor ezt a szemtelen kérdést felteszitek, utána én megkérlek titeket, hogy legyetek szívesek megnézni azt a YouTube videót, ahol cigányasszonyok beszélnek a családtervezésről és a fogamzásgátlásról és a szexről.
És az a dolog, ahogy emberek eddig rossz sorsként élték meg azt a dolgot, ami mindenhol a világon valahogy a normális világnak, meg a normális életnek a része, és ezt az emberek egyszerűen képesek a saját, hogy mondjam, döntési lehetőségeiket kitágítani, a saját életükről mérlegelni és választani dolgot, akkor lenyűgöző, hogy mit tud segíteni az a dolog, hogy miközben az anyagi jólét nem változik, az emberek beszélgethetnek egymással, az emberek megoszthatják a problémáikat, az emberek mérlegelhetik a maguk lehetőségeit, és így tovább. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy egy nagyfokú szakmai fejlődés, hogy tetszik a klasszikus szociális munka feltalálására és ösztönzésére volna szükség. Az utolsó megjegyzésem a dologhoz az a szegénységről szól. Mint jeleztem, a szegénység dolgában az önkormányzatoknál én nem látok túl nagy forrást arra a dologra, hogy az életet jelentősen megkönnyítő pénzeket lehessen keríteni. Egy dolog azért mégiscsak felmerül, hogy vajon az önkormányzatoknak van-e módjában, lehetőségében a megaláztatásokon enyhíteni. Az emberi méltóság tiszteletben tartásáért dolgoztatni a saját népüket, a saját alkalmazottaikat. Ebben azért nem tudom, ha kell, akkor tudhatnak egy védelmet biztosítani a központi kormányzat szabadságkorlátozó, méltóságot sértő és egyéb dolgaival szemben. És hogyha már elment az összes önkormányzati polgármester jelölt, de az ő orrukat beleverném azért abba a problémába, hogy ez a dolog, ez nem egy ilyen széplelkű humanitárius probléma. Akkor, amikor a szegények megaláztatására gondolkodunk, akkor tessék benne azt látni, hogy ez a eljárás, ez a hozzáállás, ez nem a szegényekről szól, ez a többségről szól, a középrétegekről szól, arról a dologról szól, hogy édes öregem, hogyha nem gazsulálsz, nem fekszel be a NER-nek, akkor meg te is ugyanígy kerülhetsz. Ebbe a dologban ezek látványosak, ezek az akciók, penetránsak ezek az akciók, akkor is, ha érte, nem tudja ember nekem megmagyarázni, hogy ózdom, miért kell kikapcsolni, vagy lekötni a vizet 40 fokos kánikulák idején. Azért, hogy fossák. Azért, hogy te is gazsulálj. Na most ebben az értelemben azt gondolom, hogy amikor én az önkormányzati szociálpolitikának a szegényekkel, nyomorultakkal, lekiszolgáltatottabbakkal kapcsolatos felelősségét feszegetem, akkor nem csak róluk beszélek, hanem arról a dologról, hogy meg tudjuk-e védeni az embereinket attól, amiről itt a Gergő beszél. Hogy magányosan félniük kelljen, bezárkózottnak kell lenni, vagy van valamiféle közös, összetartozásunk, együttes fellépésünk, a rohadt életben víz legalább jusson. Hát én azt gondolom, hogy ezek olyan feladványok, amelyekről nem gondolnám, hogy így könnyű válaszokat lehet találni. De azt gondolom, hogy ha nem haladunk valamilyen értelemben a válaszok és a megoldások felé, akkor sok szempontból nincsenek érdemi technikai reakciók, akkor tudunk érzelgősködni, meg nerköpködni, meg nem tudom mi a fene, de azokkal a tényleges lehetőségekkel, amelyek mégiscsak az önkormányzat számára még pillanatilag megadottak, amelyek nem a központtól való függésben vannak, amelyek nem pusztán arról a dologról szólnak, hogy mennyi pénz sikerül leakasztani a központi költségvetésből, hanem arról szól, hogy mi itt együtt tudunk-e valamit tenni egymásért, hogy ehhez a dologhoz tudjuk-e használni a rendelkezésünkre álló intézményi kapacitásokat, szakértelmeket. Szóval, hogyha ebben az irányban nem nagyon tudunk előre mozogni, akkor azt gondolom, hogy ugyanazzal a problémával fogunk szembesülni, amit az Attila az előbb, mint egy sajnálatosan nagyon valószínű forgatókönyvet vázolt fel, hogy itt lehet pozíciókhoz jutni, meg ezért csak magának ezt az egész hatalmi működésnek, szellemnek a dolgában nem tudunk túlélni mindazon. Bocsánat, ha hosszabb voltam, ma kellett félni, de köszönöm a figyelmeteket. Köszönöm szépen, és én át is adnám akkor Takács Jelencsés Mártának a szót. Sziasztok, tegeződhetünk, ugye? Köszönöm. Takács Jelencsés Márta vagyok. Én vidéken élek, Szászfonbatán, ami nincs ugyan messze, tehát az agglomerációba tartozik még ez a város. Ezt a
volt, ennél sokkal nagyobb volt. Igen, de volt nem tartozott. Igen, igen. Például, igen. De ennél régen sokkal nagyobb volt. És néhány botrány is kísérte a költségvetéseinket, úgyhogy most már nem vagyunk annyira elleresztve, ezt aztán így fogalmazok. Én a sérülékeny csoportok szemszögéből szeretnék egy pár dolgot elmondani, ami szerintem nagyon fontos. Karácsony Gergő, azt mondta többek között, hogy választott vezetőink egy közösséget képesek képviselni. Tehát ez a cél. Felhívnám a figyelmet rá, hogy a sérültek is a közösség tagjai. Ezt szeretném, nem feltétlenül nektek mondom, tehát valószínűleg akik itt ülnek, azok értik ezt. De szeretném, ha ezt tudatosítanánk minél több emberben. Mert senki nem önszántából, vagy hobbiból, vagy nem tudom, miből választja azt, hogy bárminek szülessen, vagy bármivé váljon ilyen téren életünkje során. De eltagadhatatlan, hogy mi is ugyanazon jogokkal és kötelességekkel bírunk, mint bárki más. Úgyhogy kéretik az életfeltételeket, amire befolyása van egy helyi önkormányzatnak például, azt a számunkra is alkalmazhatóvá tenni. És itt konkrétan arra gondolok most, kiemelve egy csomó minden másra is, de leginkább nekem a veszőparipám az akadálymentesítés. És majd mindent folytatom, de azt hiszem, hogy érdemes tisztázni azt, és kérlek benneteket, hogyha ez bárhol szóba kerül, akkor mondjátok el, hogy az akadálymentesítés az egyrészt törvény. Tehát az épített környezet akadálymentesítése az egyrészt törvény, de másrészt nem luxus. Mert ugye én évek óta levelezés útján küzdök a városunk negyedszázada polgármesterként, ezt titok, de uralkodónak tekintem, regnáló polgármesterével ezügyben. Én nagyon diplomatikusan tudok fogalmazni, esküszöm, írásban, és folyamatosan ezzel keresem meg, hogy az épített környezetünk akadálymentes legyen. Komplex akadálymentesítést szeretnék elérni, és neki is, meg mindenkinek elmondom, hogy ez amellett, hogy törvény, kéretik felfogni, hogy nem a nyomorékok miatt fontos ez. Nem kizárólag nekünk fontos, hanem a kismotoros ovis, a babakocsis szülők, a húzószatyos nénibácsi, a láttörött focista, és a külföldről ide kiránduló pénzes turista is. Ha akadálymentes környezetet lát, akkor mindjárt jobban tetszik neki, a többiek pedig használni képesek. És ez szerintem nagyon fontos, amellett, hogy mi, sérültek, nem tudunk boldogulni nem akadálymentes környezetben. Márpedig a sérülteket, ugye ez a kormány, illetve még az előző, de ennek a tesója, tehát a 2012-ben megszüntette a rokkant nyugdíj létesítmény, vagy fogalmát, intézményt, köszönöm. Ami, ahogy én beszélgetek az emberekkel, nagyon kevesen értik ennek a lényegét, lehet, hogy én értem rosszul, de én fel vagyok ezen háborodva. Bocsánat. Az érvet én ismerem, értem, hogy azt mondják, hogy túl sokan voltak jogosulatlanul a rendszerben. De bocsánat, én tehetek róla? És ő tehet róla, és a másik sérült tehet róla? Nem. Az, aki ezt megcsinálta, és így ezt a gyakorlatot folytatta. És mégis minket büntetnek, minket, akik nem boldogulunk a többségi társadalomban. Mégis minket büntetnek ezzel. És vérlázítónak tartom, hogy nem is értik ezt a kérdést. Én szívesen
Majdnem azt mondtam, hogy boldogan, de a lószak... Már bocsánat, tehát nem vagyok ettől boldog, de én szívesen elmondom bárkinek, szívesen beszélgetek erről, hogy közelebb vigyem a megértéshez ezt a dolgot, hogy attól, hogy nem tudok dolgozni, bejárni, nem tudok kecsülni a szalag mellett, nem tudok egyetemi órákat tartani. Attól még én pontosan ugyanolyan tagja vagyok a társadalomnak, mint bármelyik öltök. Vagy mint a szalag mellett kecsülő, akármi. És mellesleg esziát ugyan nem fizetek, de adót meg az 50 félét, azt igen. Mert hogy én nem tudok kimenni Bécsbe mondjuk vásárolni, vagy nem tudom hova, én a Tesco-ba vagyok kénytelen vásárolni, és onnan oda fog menni az áfa, meg a mindenféle másik szolgáltatást is, csak ilyet tudok igénybe venni, amiből az akármilyen adó része, az oda megy a közösbe. Tehát én igenis kiveszem a részem a gazdaságból. Igaz, hogy csak picit, de ennyire van képességem. Ellenben, ha lenne lehetőségem rá, és ide felírtam magamnak, hogy segélyhelyet, lehetőséget kellene kapnunk, szerintem, meggyőződésem. Persze a segély se rossz, mert hogy de tényleg, és ez viccesen hangzik, de nem viccnek számom, mert az a pénz, amit, és nem tudok máshogy fogalmazni, tehát az a juttatás, amit mi megkapunk, az gyakorlatilag nem elég az életre, és nem tudunk dolgozni. Ellenben, tehát az volt a cél, hogy a rokkantakat kirakni a rendszerről, hogy ne élősködjenek, hanem menjenek el dolgozni. Ismét odaértünk a veszőparipámhoz. Hogyan? Ha nem, egyrészt, hogy hol, de el se jutok, ha nem akadálymentes a környezet. Igen, bocsánat, és elnézést a szervezőtől, hogy küldöttem föl ide magam. És most tényleg elnézést kérek a szervezőtől, de ez egy jó példa volt erre. Mert igen, a törvény az akadálymentesítés. És nem azért, mert én szép vagyok és okos vagyok, egyik sem vagyok, viszont rokkant vagyok, és nekem ugyanazokat el kéne érnem, mint nektek bármelyik költöknek. És ez nem luxus. Ezt tudatosítani kell, és folyamatosan tudatosítanám én, már szóba se áll velem a polgármester, de már most kénytelen lesz, ha bejutok a testületbe, remélem. Nagyon dolgozunk, de nincsenek illúzióim. Én azért vállaltam el, hogy része leszek ennek a csapatnak, és megmérettetem magam, mert azt gondoltam, hogy ahányszor csak lehet, elmondom ezt. És ez is egy ilyen alkalom, mert azt gondolom, hogy én elmondom 1000 embernek, és abból 15 megérti, akkor már előrébb vagyok. Ugye ezt értitek? Érthető volt, ugye? Remélem. Felírtam itt néhány dolgot magamnak, bocsánat, mert aki ismer, az tudja, hogy miért. Idő. Jegyzetelek. Az elmagányosodást is említette leginkább, többen is, de Cegléd is az özvegyeket is kiemelte például. Én is özvegye vagyok. A balesetünkkor özvegyültem meg. Viszont visszatérve ahhoz, hogy a rokkantak nem szipolyozzák ki, vagy nem élősködők a társadalmon. Én felneveltem 3 gyereket. És azért beszélek magamról, mert magamról méltán beszélhetek. Nem én vagyok egyedül. Nem azért beszélek magamról, mert azért, büszkeségre nem tudom, hanem mert ez hiteles. De példának jó. Én felneveltem 3 gyereket, akik már felnőttek, és van már 2 unokám is, akikkel nagyon büszke vagyok. Tehát mi rokkantak, igenis megtesz, kivesszük a részünket abból, hogy ez az ország működőképes legyen, mert hogy én például ugye 3 gyereket neveltem fel, tehát most már 3-an
a gazdaságba tolják, amit bele kell tolni. De ehhez könnyebb dolgom lett volna, hogyha nem kell napi segítséget kérnem ahhoz, hogy eljussak ide-oda-amoda, hanem mondjuk én is meg tudnám oldani, ha akadálymentes lenne a környezet. Úgyhogy nagyon kérlek benneteket, hogy ezt terítsétek mindenfelé. Tényleg, ahol csak lehet, mert nagyon kevesen vannak, akik egészként valóban megértik ezt a kérdést. Mert az kevés, hogy ez törvény. Ha megértitek és elmondjátok, én azt nagyon-nagyon örülnék neki. Mert tényleg szerintem, és ez szerintem nektek is fontos, tehát mindannyiunknak fontos. Igazából én csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Átadnám a szót Kálai Szilviának. Nem sok időm van, ahogy látom. Úgyhogy rövid leszek. Nagyon sok mindent hallottunk délelőtt 10 órától. Mégiscsak egyetlen egy fontos dolgot szeretnék csak kiemelni. Bocsánat, hogy összes részvező közül Karácsony Gergely egyik mondatát, méghoz ez a radical love, ez engem nagyon megérintett. Én azt gondolom, hogy ma nem csak a politikai életben, hanem emberi életben, ahogy a Gergely is fölvázolta, a szeretet hiányzik az emberekből, mert felcserélődött ebben a ellenséges, ellenzéki, viszálykodó, nem is tudom, versengéssel, ami megy, és ezt a civil szféra is átvette a politikától, ami ugye beágyazódott nagyon szépen így a médián és tényleg egyéb online-os felület alapján. Én Kispesten vagyok romaügyi referens. Én azt gondolom, hogy minden egyes önkormányzatnak, ahol többségben roma származású lakosok vannak, és nem csak Budapesten, hanem más településeken is, kellene egy romaügyi referens, vagy hívhatják bárhogy, aki egy összekötő kapocs lenne a roma lakossággal, mert azt mondják, hogy a cigányság az egy sajátos gondolkodású és életvitelt élő ember. Na most én is cigány származású vagyok, és nem érzem magam sajátosnak. Nem érzem magam annak, hogy esetleg integrálni kellene még, vagy esetleg beilleszkedést elősegítő program sorozatban, és nem gondolom azt az ember sem, aki esetleg nem tud folyamatosan beszélni, vagy éppen nincs kellő szókincse, mint nekem, őt sem kell integrálni. 600 éve folyamatosan integrálják a cigányságot Magyarországon. Kellene helyette valami más, szebb, szeretetre méltó szót használni, ha már a kedves, szerintem teljesen mindegy, melyik kormányzati intézkedést szeretnénk, nem csak a mostani regnáló kormányra, hanem akár melyikre. Erre majd a Balázssal szerintem majd szeretnék beszélgetni, hogy milyen jó illő szót kellene az integráció helyett kitalálni a romaságra, mert hogy én azt gondolom, hogy ez egy burkolt projekt, amiben iszonyat sok-sok pénz van, kormányzati szinten, önkormányzati szinten, és ebből nagyon jót lehet profitálni, akár a többségi társadalomban részvevő szakemberek, vagy éppen a roma származású egyes kijelölt emberek részére, mert ugye nem szabad túlzóban esnem, és azt mondanom, hogy én csak a romák mellett állok, vagy épp a romák érdekeit védem romaként, nem igaz, mert az ember tapasztal és lát, de itt, hogyha azt mondom, hogy cigány kérdést csinálnak olyan dolgokból is, ami éppen nem oda tartozik, hanem tényleg társadalmi probléma vagy éppen feladat lenne, akkor mondanám azt, hogy igen, ez tényleg egy projekt, egy biznisz szakma, ami nagyon-nagyon jól megy a rendszerváltás óta. Iszonyat nagy pénz megy, és közben meg azt látjuk mi többségi társadalomban, hogy igazából nagyon sok minden nem változott. Nem változott. Van háromhás gyerekünk, van hátránnyal élő gyerekünk, a pontozáshoz nagyon jól illeszkedik az, hogyha hátrányos helyzetben vagy, akkor többletpontot kapsz egy felsőoktatásban. Na most az a baj, hogy én nem vagyok hátrányos helyzetű, a gyermekem sem hátrányos helyzetű, mégis hátrányban érzem magam napi szinten, amikor felkelek. Pedagógus lettem tavaly óta,
és ráadásul még cigány is vagyok. Na most ez a kettő, ez még hátrányosabb, mert ma pedagógusnak lenni nagyon hátrányos, főleg a nagyon jó fizetésünkért, mikor egy kezdő pedagógus 120 ezer nettót kap, szerintem ez már itt egy kicsit durva, és most nem kampányolni akarok a pedagógusokért, de azért egy pályakezdő 120 ezerért még, ahogy előző panelekben is elhangzott, még lakást sem tud bérelni, mert mondjuk meg őszintén vidéki viszonylatban is több mint 100 ezer forint egy havi albérlet, és akkor még két havi kaukció, rezsi, na ne is menjünk bele. Én jó helyzetben vagyok, mert én 180 ezeret keresek, pályakezdőként, mert azonnal betettek a PED 1-be, ami köszönhető egy olyan törvénynek, oktatási törvénynek, hogy előtte volt már ugye munkahelyem több mint 6 éves, ezért beleszámít, akárhogy is nem oktatásban szereztem, és ezért azonnal a PED 1-be raktak, ezt az igazgatónak köszönhetem. Hát én előtte 22 évig takarítónéni voltam, és én most örülök ennek a fajta intézkedésnek, de mégsem örülök neki, mert egyszerűen ebben próbálják csalogatni pedagógusnak a kedves embereket, hogy legyetek, mert több mint 3000 pedagógus éppen hiányzik, és mi is küszködünk. Ráadásul nem elég, hogy cigány is vagyok, és pedagógus, ráadásul választottam egy olyan szakirányt, ami még megkeseríti nem csak az én életemet, hanem a többségi társadalomban élő, kedves, naivan, hogy is mondjam, szépen fogalmazva, a régi negatív előítéleteket, a sztereotípiákat azért szépen beillesztették több mint 30 éve a kedves emberekbe. Roma nemzetiségi szakirányt végeztem, ami azt jelenti, hogy roma népismeretet és beépített lovári cigány nyelvet használhatok. Na most, én mivel tavaly végeztem, és Budapesten élek, de nem Budapesten tanítok, hanem egy vidéki kisvárosban, utazom napi 2 órát, az oda-vissza 4 óra, csak azért, hogy roma népismeretet taníthassak. Na most itt vannak ezek a problématikák, hogy az embert cigánysága ellenére lehetnek bizonyos jó kezdeményezések, és ugye ezek a beilleszkedési programok is, hajrá, tanuljál cigány, de mégsem engedi úgymond a rendszer, és nem engedi az a beépített kényelmi pedagógiának nevezem, amit úgy a pedagógusok és úgy a civil szülők, ha lehet ezt mondani, nem engedik, mert félnek attól, hogy az én gyerekemet ne tanítsák roma népismeretre, mert hogy ez micsoda, és félnek maga a cigány szótól. Én ezért jegyeztem meg a Karácsony Gergelynek ezt a radikál love-ot, és akkor én már is fordítok, hogy radikál roma love legyen belőle, úgyhogy én akármerre járok Magyarország területén, 3 éve egyébként karitatív önkéntesen járom a helyi iskolákat. Ha már pedagógus lettem és fegyver a kezemben, akkor én erőszakosan is járom a helyi iskolákat, hogy mutassak egy kis motivációs roma népismeret órát, és azért mondjuk meg őszintén, egy pedagógus nem igazán szoktak elkergetni az igazgatók, és hát legyintenek és gyere. Hát én ezt kihasználva járom 3 éve a Magyarország települési bármelyik helyi iskoláját, és radikálisan szeretetet mutatok, és a roma értékrendiséget, a romáknak azt a fajta oldalát mutatom meg, nem csak a személyemben, hanem közvetítve, hogy ha látnak egy cigány embert, akkor ne rögtön az a 3 szó jusson eszébe akár egy 10-12 éves gyereknek, legtöbb esetben, hogy lopnak, csalnak, bűnöznek, hanem lássuk meg a másik oldalát is, mert lopni, csalni, bűnözni, én azt gondolom, nem a cigányság lopott eddig évszázadok alatt, hanem igen csak a többségi társadalomban az elit rétegeket szépen fentülő bársonyszékben, és a mai napig is valószínű, hogy ezekért a presztisekért és pozíciókért nem hagyják. Foggal körömmel harcolnak, és pontosan ezért van a megfélemlítés elve, de én azt gondolom, hogy nem demokrácia, hanem inkább az együttérzés és az empátiának kell, hogy győzzön, és le kell győzni mindenféle ilyen félelmet. Tudnék még sok mindent mondani, de én azt gondolom, hogy büszkén kell vállalni az embernek a hovatartozását, büszkén kell vállalni az embernek azt, hogy honnan jött és mi válik belőle, és nem szabad senkit sem lenézni csak azért, mert éppen 8 általánosa van, vagy éppen bármilyen szakmája. Egyenértékűvé kell tenni minden embert, és aktív szavazó polgárrá kell tenni, mert hogy
Én azt vallom, hogy a romaságban még most sem találta meg a többségi társadalom azt a fajta erőt, ami megváltoztatná igencsak a Magyarországon végrehajtandó értékeket, és ugye ez a politikai értékeket, bár jelentem, hogy a mostani választásokra egyre több roma származású magyar jelöltette magát képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként, úgyhogy én innen drukkolok nekik, és nem azért, mert hogy sok fizetést kapnak, hanem egyszerűen elegük lett abból, hogy orruknál fogva vezetik a népet. A radikális és az ellenzéki oldal ebben az esetben pedig azért nem akarja, hogy a romák aktívak legyenek, mert akkor változna meg igazán egyébként az egész fordulat. Én ezzel zárnám a szót is azzal, hogy radikál rom love. Köszönöm. Köszönjük szépen, akkor jelenik az utolsó. Én azzal kezdeném, hogy ez a jelenlegi önkormányzati választási kampány, ez alapvetően nem azokról az értékekről szól, azokról a dolgokról szól, amik nekünk fontosak volnának. Évtizedek óta benne vagyunk már ebben a Orbán Viktor, vagy nem Orbán Viktor típusú játszmahelyzetben, és sajnálatos módon még egy ilyen önkormányzati választás is alapvetően arról szól, hogy most akkor egy Orbán Sameszt választunk, vagy nem egy Orbán Sameszt választunk meg a választáson. Ez egy nagyon rossz folyamat. A mindenkori baloldalnak, ami aztán az elmúlt 30 évben olyan szinten amortizálódott, mint nem sok más társadalmi csoport, az volna a feladata, hogy igenis életben tartsa ezt a dolgot, hogy olyan fontos társadalmi és szociális kérdéseket is napirenden kell tartani és be kell vinni a közvélemény elé, amelyeket per pillanat az összefogáskényszer, a hamis gyűlöletkampányok, a migránsok és egyebekkel való riogatás háttérbe szorítanak. Azért is nem tud ez a mostani önkormányzati választási kampány arról szólni, amiről szólnia kellene a legtöbb esetben, mert sok helyen egyébként, ahol mondjuk baloldaliak vannak pozícióban, mert azért vannak ilyenek, nem szívesen foglalkoznak azokkal a problémákkal, amelyek számunkra fontosak volnának. És akkor át is térek arra a területre, hogy az Orbán kormány hatalmának legstabilabb alapja az a fajta gyűlöletpolitika, ami megosztja a társadalmat, amely arra épül, hogy bizonyos társadalmi csoportokat ki lehet taszítani, meg lehet bélyegezni, őket el kell távolítani azokból a többségi közösségekből, amelyek egyébként adott területen országos vagy helyi szinten jelen vannak. És nagyon sok társadalmi szolgáltatás például nem fontos a többség számára, mert nem érintett. Tegyük föl azt, hogy az országnak szerencsére csak egy kis része rákos beteg egyszerre. Ezért a többség nem reagál valódi érdemben arra, hogy mondjuk az onkológiai ellátás az katasztrofális helyzetben van. Ugyanez igaz, és ez már helyi szintű dolog is, nem reagál arra, hogy az egészségügyi ellátórendszer az katasztrofális helyzetben van, mert évente 1-2-3 alkalommal fordul egészségügyi ellátó intézményhez, akkor jól fölbosszantja magát, hogyha éppen nincsen szerencséje adott polgármesternek, akkor pont választási kampány, és akkor esetleg ellene voksolnak. Ugye éppen tegnap kommenteltem be, én józsefvárosi illetőségű volnék, egy házi orvos beírta, hogy mennyit fejlődött az ellátórendszer a kerületben, amire azt írtam, hogy valóban igaz, tehát a szakorvosi ellátás, Kocsis Máté és Népi zenekarának a közreműködésének és pénzlapátolásának köszönhetően tényleg nagyon szép rendelő van.
De akkor, amikor a Hiper-Szuper online felületen én kardiológiai vizsgálatra regisztráltam, akkor augusztusban azzal szembesültem, hogy december 14-e volt az első időpont, amire tudtam volna regisztrálni. Szemészetre egyébként nem is tudtam volna regisztrálni, felhívtam őket, és akkor azt mondták, hogy hétfőn 7 és 7 óra 15 perc között reggel próbáljak meg telefonálni, mert akkor van esély arra, hogy időpontot lehessen foglalni. Tehát a társadalmi szolgáltatások, a közszolgáltatásoknak a rendszere olyan szintű katasztrofális helyzetben van, hogyha a rész elégedetlenségeket tudnánk egy egységes elégedetlenséggé összefogni, akkor bizony nagyon nagy társadalmi erőt tudnánk összehozni és felmutatni. És itt jön a másik terület, amire én ráfókuszálnék, a modern munkásosztálynak a helyzete. Én azt gondolom, hogy van egy alsó középosztály, egy alsó kétharmada a társadalomnak, amely így vagy úgy, de szolidáris kellene legyen egymással. Akkor is, hogyha mondjuk a felső végén egy autógyári, jól fizetett művezető áll, a legalsó végén pedig egy hajléktalan szállóról mosogatni járó hajléktalan férfi. Ezeket kéne összehozni, na de ez abban a társadalomban, ahol továbbra is szőnyeg alá van söpörve olyan társadalmi probléma, mint a roma honfitársainknak a létének a problémája, az, hogy ők továbbra is hihetetlenül rossz társadalmi helyzetben vannak, és próbálom ezt körülírni, hiszen nagyon nehéz, és az is örülök, hogy itt van körünkben például Horváth Aladár is, aki a polgárjogi mozgalomnak sok-sok évtizede már harcosa, mert hogy ezen a területen nem értünk el az íg egyet a világon semmit. Tehát az a fajta integráció, hogy nevezzük másnak, ahogy te is ezt javasoltad, amit így zászlóra tűztek meg, meg próbáltak elérni, nem halad sehova, és mindeközben a magyar modern munkásosztálynak mind nagyobb része kerül ki a romák köréből. Tehát miközben az átlag nem roma középosztály tapsol annak, hogy mondjuk az adott környékről, utcáról, stb. Költözzenek el a romák, aközben észre sem veszi, vagy átsiklik felette, hogy a szobafestő, akit kihív, az roma származású, a szakember, aki a konyhán előkészíti, megcsinálja, kiviszi neki a kaját, egyre gyakrabban roma származású, és a többit lehetne sorolni, a közben bele sem gondolunk abba, hogy a magyar dolgozó emberekről alkotott képünkbe mennyire nem tartoznak bele a romák. És ezeken a területeken kellene hatalmasakat előrelépni. Az amerikai demokratáknak a körében fel sem merül az, hogy egyfajta választóvonal legyen az afroamerikai szavazó és demokrata pártot támogató dolgozó többség és a nem afroamerikai származásúak, vagy spanyolok, vagy bármely társadalmi csoport, hanem egységesen próbálják megszólítani. Magyarországon ez a modern munkásosztály per pillanat az általános szemlélet szerint mérhetetlenül tagolt, és mindaddig, ameddig nem alakul ki a kölcsönös szolidaritás tudata a társadalomban, nem alakul ki az a tudat, hogy mi csak egymásra számíthatunk, addig nem is fog tudni sem az ellenzék, sem pedig általában a baloldal sikert elérni. Ezen a területen, ameddig nem tudunk jelentős áttörést elérni, addig Orbán Viktor az oszd meg és uralkodj alapelvével folyamatosan zsebre fogja tudni vágni ezt az országot. És azt gondolom, hogy önkormányzatok szintjén lehetne először nagy előrelépést tenni ezeken a területeken, és ezért is vagyok én kicsit szomorú, amikor viszonylag keveset hallok ezekről a dolgokról, mert kényes témák. Én leültem, hogy írjak a szolidaritás számára egy ilyen gondolatébresztőt arról, hogy szociális területeken mit, hogyan kellene változtatni, de aztán feladtam ezt a dolgot, mert rájöttem, hogy per pillanat ebben a választási kampányban nem lesz népszerű téma az, hogy az önkormányzati bérlakás rendszert totálisan az alapjaitól kellene újra gondolni.
nem egy kirekesztő rendszerre van szükség ezen a területen, hanem esélyteremtő rendszer, és ezek sehol nincsenek meg. Na, én nagyjából így látom ezt a dolgot. Jövő héten már okosabbak leszünk, reméljük, hogy lesznek komoly előrelépések, reméljük, hogy lesz az, amit mondtam, hogy megrodjon a rendszer, és aztán utána már akkor azt lehet tovább is küldeni, de én azt is biztosnak tekintem, hogy erős, öntudatos és harcias baloldal nélkül nem fog menni sem röviden, sem hosszabb távon. És most, hogy sikeresen lekavartam magam, akkor megköszönöm mindannyiótoknak a részvételt, és megköszönöm elsősorban Székely Sanyiéknak, Huszti Anninak, Rékának, többieknek, hogy ezt így közösen összehoztuk. Biztos lesz még folytatása, mert nagyon nagy szükség van arra, amit közösen csinálunk. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!